kultúrával folytatjuk. A következő évad első bemutatójára készülnek a Jókai Színházban. Heltai Jenő a Tündérlaki Lányok című színjátékát szeptember 13-án mutatják be a Sík Ferenc Kamara Színházban. Az önzés komédiájának is nevezett darabot Tege Antal rendezi. És lennének hátul is ajtókeretek, és különböző ablakok lennének belógatva. A darab rendezője az olvasópróbán azt mutatta be, hogyan képzeli el a Tündérlaki Lányok színpadi díszletét. A színjáték története 1914-ben játszódik. Díszletben és jelmezben próbálunk egy kicsikét eltérni a hagyományostól. A német expresszionizmusnak bizonyos elemeit szeretnénk a színpadra betenni. 5-6 ajtóval, pár ablakkal és dobogórendszerrel szeretném megoldani az előadást. Ugyanez a lecsupaszított, hogyha ezt nevezhetjük lecsupaszított díszletnek, akkor ugyanezt szerettem volna, és ezt kértem a jelmez tervezőtől is. A Tündérlaki Lányok története arról szól, hogy apjuk halála után a négy testvér közül a legidősebb Boriska feláldozza magát, és egy gazdag báró kitartottjaként mindent megtesz családja boldoglásáért, akik ezt gondolkodás nélkül elfogadják és el is várják tőle. A Boriskát alakító Liszi Melinda színművész elmondta, hogy nagyon izgalmasnak találja karakterét, és még nem volt hasonló szerepe. Valaki akkor igazán önfeláldozó, ha ezt lehet jól csinálni, hogyha ezzel nem kérkedik és dicsekszik. És Boriskának pont talán ez az erénye, hogy ő önmagában olyan szerény és valós jó lélek, hogy tényleg felé tudja helyezni a saját boldogságának, a családjának, a szeretteinek a boldogságát. És azért a saját erkölcsrendszerét is képes megdönteni. Egy napon azonban Boriska szerelmes lesz, és döntenie kell arról, hogy valójában mi a fontos számára. Legkisebb húga, Sárika szeretne segíteni rajta, de ehhez neki is önfeláldozónak kell lennie. Sárika szerepében Nádra Kittit láthatjuk majd. Nagyon melegszívű karakter, ugyanakkor rafinált is, ugyanis szeretne segíteni a legnagyobb nővérén, viszont fontos kérdést feszegett abban az értelemben, hogy mennyire hajlandó feláldozni önmagát, vagy a saját boldogságát a testvére boldogságáért. Heltai Jenő keserédes színjátéka olyan örökérvényű problémakört boncolgat, mint az önfeladás, az önérdek összefonódása a szerelemmel és a családi összetartozással. Mindezt szórakoztató iróniával, szókimondással és az egyszerű melegszívűség erejével teszi. A Tündérlaki Lányok bemutatója szeptember 13-án lesz a Sík Ferenc Kamaraszínházban.